hogy amit így tönkretettünk egy több ezer év alatt kifejlődő talajt, néhány perc alatt tönkret tenni, azt nem lehet újra létrehozni. Nincsenek mesterséges talajok, meg nagyon nehéz ezt a fajta rehabilitációt elősegíteni. Még egy vizes élőhelyet feltámasztani talán könnyebb, de többivel egyáltalán nincs így. Tehát egy természetközeli erdőt sem lehet létrehozni. Ezt Zoltán jobban tudja, mint én. És ugyanígy azt a fajta sokféleséget, amit mondjuk egy jó állapotú vízi társulás mutat, azt nem lehet mesterségesen újra létrehozni, ha egyszer elrontottuk. És én végig érzek egy feszültséget ebben a szövegben, és többször mondtam, és többféle verziót olvastam, és mindig kértem, hogy ezt domborítsuk ki, hogy valahogy az emberi társadalom és a természet viszonya közötti nagyon komoly feszültséget nem ábrázolja valóképpen ez a helyzetelmezés, és nem is kezeli. Tehát nem is ad lényegi receptet arra, hogy hogyan lehet ebben visszafelé elmutatni. Én nagyon embercentrikusnak tartom ezt a stratégiát a természeti elemek kárára, és nem jelenik meg benne az a vonulat, hogy itt a természetnek, a természet egyéb teremtményeinek, ha szabad ezt kifejezést használni, megvan a belső immanens értéke, és nem úgy tekintünk rá elsősorban, mint erőforrás, amit ki lehet aknázni, meg föl lehet használni, meg az ember boldogulásának, meg a jólétének irányába lehet hajtani, hanem megvan a belső értéke, és nekünk ezt a belső értéket el kell ismerni, és valamilyen módon meg kell tanulnunk teljesen másképpen együtt élni a természettel, mint ahogy eddig tettük mondjuk az itteni forradalom óta. És én ezt a vonalatot nem érzem elég erősnek, márpedig ez lenne az első, és vagy a nulladik típusú paradigmaváltás, amivel el tudnánk jutni egy fenntartható társadalom. Én ezt érzem a legkomolyabb feszültségnek. Ha körbe megyünk, tulajdonképpen itt a Kárpát-medencéről Magyarországról van szó. Messze egyet tudok érteni azzal, hogy az eredeti természetes élőhelyeknek nagyon kis része van ma. Nemzeti parkok, még a Natura 2000-es területek sem. Mert az összes ilyen területet ebben a régióban már régen eltörtek. Még a vizesekből néha itt-ott még van, meg a határokon, ahol vasfüggöny volt, ott maradtak meg viszonylag érintetlen formában egyes szakaszok. Tehát arra az égatágy világban semmi esélyt nem látok, hogy ezeket visszaállítsuk. Ami megvan, azt kell lehetőség szerint megóvni és nem tovább használni. Viszont ugyanakkor, amit használunk, legyen az erdő, szántó, víz, akármi, úgy használjuk, hogy az reprodukálni tudja önmagát. Mert különben tényleg hívjuk bárminek, ökológiai lábnyomnak, túlhasználatnak, előbb-utóbb be fog következni az, hogy nem lesz mit használnunk. Na most ezt meg lehet oldani sok mindent. Itt most közrejátszik az, hogy én eredetileg agrárgépész végzettségű vagyok, tehát mezőgazdaságban kezdtem dolgozni sok-sok évvel ezelőtt. Aztán gépvizsgálat, aztán energiagazdálkodás, megőrző energiaforrások. No, szóval ezeket a természeti erőforrásokat lehet és kell használni, de úgy, hogy az embernek, nekünk itt Magyarországon is jó legyen, és ugyanakkor ezek a természeti erőforrások újra tudjanak termelődni. Részben a mi segítségünkkel, részben ami tud spontán módon. De ez a spontán mód ma már nem nagyon megy, ehhez társadalmi, emberi segítség mindenképpen szükséges.
hogy használjuk a megújulókat, a különféléket, beleértve a biomasszát, a napot, stb. Hogy mondjam most végig. Szóval ehhez az kell, hogy tudjuk, hogy mit használni, és az adott helyen mit lehet használni. Mert mindig és mindenkor egy adott hely fogja eldönteni, hogy mit tudok felhasználni. Egyszer mi áll a rendelkezésemre, ketté, ott milyen igényeink vannak, stb. Na most itt nem látok túlzottan sok lépést az anyagban sem, hogy tulajdonképpen eredmény akkor érhető el, ha megvalósul néhány olyan projekt, ami példamutató lehet. Ma már elkezdődtek ezek a projektek. Mit tudom én, Miskolc térségében a Bükmak Léder csoport, nem tudom ki mennyire ismeri őket. Ott van egy ilyen törekvés, az egyfajú, egy megavat. Nagyon hasznos és jónak tartom. Közvetlen Európai Uniós támogatásokra pályáztak valami módon, és kaptak is, és ott ezen a területen érnek el eredményeket. Csak el kell jutnunk odáig, és ma már kezdünk el jutni, hogy az ilyen helyi kezdeményezéseket ne akadályozunk, hanem segítsük. Mert éppen velük kapcsolatban volt egy érdekes tapasztalatom, amikor szó volt erről az egyfajú, egy megavat, akkor még nem így hívták, de teljesen mindegy. Igencsak decentralizált energiatermelésről volt szó, villamos energiáról, és próbáltak akkor még csak elképzelni egy olyan hálózati rendszert, ami egy automatikus irányítással végül is a terhelés, felhasználás, kihasználás, termelés összhangba hozásával úgy rácsatlakozni a hálózatra, hogy a hálózatot se rángassuk. Mert a megújulóknak egyik hátránya lehet az elektromos hálózat rángatása, süt a nap, nem süt a nap, fúj a szél, nem fúj a szél, ugyanakkor egy állandó elektromos igény, tehát ezt valahogy ki kell tudni elégíteni. Na, a lényeg ebből az akart lenni, hogy volt egy elképzelésük egy ilyen irányítási rendszerre, amit egy nagy elektromos konferencián közöltek, hogy marhaság. És akkor azt találtam mondani néhány ilyen korifeusnak, FM, tárcafélelgetékos, hogy mentem nyugdíjba, tehát ismerek jó egy néhány embert, vagy ismertem meg, már többnyire ők is nyugdíjasok. Mondom, jó, ha ez marhaság, akkor mondjátok meg, hogy hogyan. És erre csönd lett. De végül is aztán csak kialakult, és ma már az egyik maviros kollega, aki igaz, hogy ő is nyugdíjba ment, de ő lett az egyik fő pártfogójuk, és aktívan közreműködik, hogy megéljen ez a rendszer. Tehát ebből az egészből ezt akartam kihozni, hogy működő projektet kell, amit mintaként tudunk állítani, és a stratégiának is első feladata, vagy egyik első feladata az kell, hogy legyen, hogy működő projekteket példaként beállítani. És azokat nem automatikusan másolni, hanem a helyi dolgokra adaptálni. Ennyi. Somogyi Zoltán erdőmérnök vagyok. Azért bocsátom előre, mert lehet, hogy amit mondok, az talán ennek is a következménye. Ezzel együtt egyetértek nagyon sok minden, ami elhangzott. Én következőképpen foglalnám össze. Azt hiszem, hogy ez tény, hogy elég jól lehasználtuk a környezetünket. A dokumentum úgy fogalmaz, hogy az ökoszisztéma szolgáltatások 90%-át már elvesztettük. Én... Ez az egyik kifejezés, amit nekem feláll a hátom, hogy ökoszisztéma szolgáltatás. Tudom, hogy ez micsoda, csak ez mutat egyfajta ilyen szemléleti keretet egyből, hogy az ökoszisztéma az nekünk szolgáltat. Ez... Hát a mi szempontunkból szolgáltat. Oké, én értem, csak ez... Ebben a fogalomban jelentkezik az a szemléleti dolog, amit én az előbb említettem. Folytasd, nem akartam. Jó, én úgy gondolom, hogy
azzal van probléma, hogy nem látjuk, hogy hol vannak azok a falak, amikbe beleütközhetünk. És ezek a szolgáltatások, ezek fognak eltűnni. Ez egy fal. Egy másik fal az energia, akárhogy is nézzük. Ezen kívül én használom ezt a kifejezést, túl nagy a lábnyomunk. Biztos nem tökéletes az a mutató, de azért nagyon sok mindent már így is mutat, és teljesen egyértelmű, hogy túl nagy a lábnyomunk. Tehát a szituáció, amiben vagyunk, ez már most sem jó. Ha a folyamatokat nézem, a jövőben mutató folyamatok, azok rossz irányba mennek, egyre rosszabb irányba mennek, és én kutatóként úgy gondolom, hogy vagy én azon mondjuk kutatók egyike vagyok, akire utaltál, hogy szerintem a jövő az nagyon sötéten néz ki. Ezért fogalmaztam én ennek az anyag szövegezésének az egyik ülésén legutóbb, hogy az ördögöt sokkal jobban a falra kéne festeni ennek a szövegnek. Ezen túlmenően, azon a listán kívül, ami végül is így-úgy valahogy említve van helyenként az anyagban, a listán kívül prioritásokat is meg kéne állapítani. Tehát mi a legnagyobb probléma? Mi a második legnagyobb probléma? És így tovább. Ezzel érvel egyébként az egyik leghíresebb környezetvédő szkeptikus, vagy nem is tudom, hogy lehet mondani, klímaszkeptikus, egy bizonyos Lomborg, a klímaváltozásra utalva, hogy nem az az emberiség legnagyobb problémája jelenleg, hanem egy sor egyéb probléma van. Én annyit mondok, hogy igen, sok probléma van, de akkor valamilyen listát kéne először látni, hogy melyik az első, melyik a második, melyik a harmadik, és így tovább, mert akkor lehet igazából erre ezekre reagálni. Persze lehet beszélni a nemzetnek a fenntarthatóságáról, és ez egy fontos dolog. Meg lehet beszélni az egészségügy fenntarthatóságáról, az állami költségvetés fenntarthatóság. Ezek mind fontos dolgok. De úgy gondolom, hogy a politika elég sok mindennel foglalkozik, és az előbb említett dolgokat nagyjából tárgyalni fogja, vagy megoldani fogja, ezt nem tudom, de ezeknek a dolgoknak a fenntarthatósága szerintem sokkal kevésbé érdekes dolog hosszú távon. És amiről mi beszélünk itt a hosszú távú problémáknak a fenntarthatósága, és ezek szerintem környezeti problémák. Ha környezeti problémák, akkor pedig ennek az anyagnak arra kellene koncentrálnia. Tehát én ilyen értelmű módosítanám a hangsúlyokat ebben az anyagban. Stratégia attól lesz egy ilyen anyag, hogy problémák azonosítása után megfogalmaz javaslatokat, hogy akkor mit kéne csinálni, vagy mit kéne máshogyan csinálni. És e tekintetben sok jó eleme van ennek az anyagnak. Amit talán nem hangsúlyoz eléggé, annak ellenére, hogy a Gábor itt nagyon jól kiexponálta ezt az elvet, ez a szubszidiaritás. Tehát, hogy nagyon sok minden helyi szinten oldható meg. Sokszor helyi szinten látszanak problémák, és helyi szinten lehet megoldási módokat is találni. Ehhez persze a jelenleginél demokratikusabb döntéshozatali rendszer kellene. De ez az én véleményem. És lehet, hogy és anyagi lehetőség. Tessék? És anyagi lehetőség. Az anyagi lehetőség az mindig egyfajta korlát, de adott anyagi lehetőségeken belül nagyon sokféle döntési lehetőség van, és ebből ugye, hát ha természetből veszük a példát, az evolúciós fejlődés az a demokráciára épül, arra, hogy hibázni lehet, sőt kell is. Ahhoz, hogy ötleteket generáljunk, amit aztán letesztelünk, hogy az hibás-e vagy nem, ahhoz kell a demokrácia, ugye? És a
letesztelés pedig nem valamilyen politikai szempont szerint, hanem annak a szempontnak a mentén kell, hogy történjen, ami problémát meg akarunk oldani. És akkor az utolsó dolog, amit említenék, kár, hogy elment a Laci, mert neki is mondtam volna, hogy... Jó. Hogy én már néhány évvel ezelőtt javasoltam, hogy az ország hozzon létre egy olyan kutatóintézetet, vagy intézetet, amelyik két dologgal hangsúlyosan foglalkozik, a fenntarthatósággal és a klímaváltozással. És ez is volna a neve ennek a kutatóintézetnek, fenntarthatósági és klímaváltozási kutatóintézet. Ebben az országban több gazdasági kutatóintézet létezik, világgazdasági, meg ilyen, meg olyan, meg amolyan kutatóintézet. És persze vannak olyan kutatóintézetek is, amelyek alapszinten ökológiával és hasonló társadalmányokkal foglalkoznak, de ezzel a se nem alaptudománnyal, se nem igazán alkalmazott tudománnyal, hogy fenntarthatóság és klímaváltozás, ezzel így külön nem foglalkozik intézmény. Pedig én úgy gondolom, hogy a mai világban ez már nagyon fontos volna, és egy ilyen stratégiának egy nagyon fontos eleme lehet egy ilyen intézmény létrehozása és működtetése. Köszönöm szépen. Elmondom, nincs a véleményem. Belefér talán a létszámba, hogy én is megszólaljam. Ami hát egy olyan értelemben ebben a szereppel is összecseng, hogy egy kicsit összefoglalni ezt a kört, mert nagyon sok minden egyetértek, vagy én is felírtam magamnak ezt a dolgot, hogy ökoszisztéma szolgáltatások 90%-át elveszítjük, ami nem csak az embernek szolgáltat, szóval, hogy ilyen értelemben nem... Én most ebből vitatkoznék a szívivel, csak nincs itt. Ez nem antropomorf megközelítés, hanem az élő rendszerek egymásnak szolgáltatnak. És az a bajom ebben a stratégiával egyrészt, hogy megállapít ilyeneket, meg a helyzetelemzésben is vannak ilyen típusú riasztó számok, de magával az egésznek a szövegéből nem jön le ennek a súlyossága. Vagy mit, hogyha lehetne úgy javítani. Valahogy túlságosan és kompromisszumos ezeken a területeken, és nem hívja fel a figyelmet, hogy a természeti rendszerek területén nagyon nagy problémák vannak. Szóval benne vannak ezek a mondatok így néhány helyen, de maga a súlya nem jön ki a stratégiából, és azért is lehet, amit te is említettél, mert a természet nem kezeli alapnak, amire építkezik tulajdonképpen a többi rendszer, hanem egyiknek a négy tőke közül. Most én azért tovább mennék ilyen értelemben, hogy azért is nehéz persze ehhez az egész kérdéshez hozzáállni, akár az energia, vagy a természeti erőforrások kérdésére, talaj használathoz, mert hogy a nem fenntartható mintázatok, azok sokszor a gazdasági és a társadalmi nem fenntartható folyamatokon alap. Na most egy olyan, szóval tulajdonképpen akinek van pénze, az lassan felismeri már, hogy a természeti erőforrásoknak sokkal nagyobb az értéke, mint a gazdasági erőforrásoknak. Meg kell nézni azokat a folyamatokat, hogy milyennek a tulajdon, hogy merre mozog a tulajdon, akár Magyarországon, vagy a világban. Egyszerűen, aki a jövőben élni akar, az földet vásárol. Ahogy a kínaiak vásárolnak Afrikában, ahogy Csányi Sándor Zambiában vásárol termőföldet, ahogy ez a idézőjelben most a közelmúlt politikai botrány, az oligarchiával kapcsolatos. Ez is tulajdonképpen a földhasználathoz csatolódik, hogy akinek van pénze, az szeretne földet használni. Szóval ilyen értelemben egy ilyen nagyon fontos kérdéskör, amit föl lehetne tenni, hogy kinek a kezében lesz a föld, mert akinek a kezében lesz a föld 30-40 év múlva, vagy az erdő, vagy a réti szántó, annak a kezében lesz a fenntartható társadalomnak, vagy a nem fenntartható társadalomnak az alapja. És ebben a kérdésben húznám alá, amit te mondtál, ez a szubszidiaritás kérdés, hogy bizony a helyi közösségeknek kellene a
az erőforrások fölött na, sokkal nagyobb kontrollt gyakorolnia, illetve hát az egész mezőgazdaságon a kérdésköre, meg a mezőgazdaság üzemméret kérdései. Ugye itt sokkal jobban hozzányúlhatna a stratégia ezekhez a kérdésekhez. És hogy így visszacsatolva a gazdasághoz, egy másik szempontot mondanék még, ez pedig a globális versenyben, a globális gazdasági versenyben elfoglalt helyünk, mint Magyarországnak, hogyha mi arra építjük a saját gazdaságunkat, hogy úgy próbálom megélni, hogy tőkét vonunk be ahhoz, hogy itt fejleszünk Magyarországon, akkor egy idő után hát szembesülünk olyan, hogy a tőke tulajdonos az ki is akarja vinni a haszonnak egy jelentős részét, és ezért mondjam, rövid távon ez egy ilyen győztes-győztes játszmának tűnik, mert hogy akkor van foglalkoztatás, vannak állásokban gyarapodik Magyarország, de hosszú távon egyáltalán nem biztos ez. És itt is a szubszidiaritás felé fordulnék, hogy egy sokkal erősebben helyi gazdaságra épülő rendszert kialakítani, amikor az erőforrások használata, a helyi kereskedelem, az energia ügye mind-mind helyben teremtődik meg, ott hasznosul, és ilyen értelemben én azt gondolom szembesülni kell vele, hogy anyagi értelemben ez egy mértéktartó fogyasztást vetít előre, mert ilyen értelemben egy európai, átlagos Európai Uniós, vagy nyugat-európai fogyasztási szintet azért sem tarthatunk mi fönn Magyarországon, mert nem fenntartható az. Európa, ezt hiszem, hogy tanulmányban, Fenczózős tanulmányban olvastam, hogy 60 a földhasználata, vagy a termékének a földhasználatának 60%-át kint használja a globális térben. Nekik megvan a tőkéjük ehhez, hogy kint használják. Magyarországnak nincs meg a tőkéje hozzá, hogy mindegy ilyen tőke kivívő máshol használja fel az erőforrásait nekünk. Az lenne a mi játszvánk ebben a dologban, hogy zárjuk be jobban a gazdaságunkat, ne legyünk annyira nyitottak, és egy mértéktartóbb, de helyi erőforrások van, és a helyi energia, élelem, körforgáson alapuló gazdaságot próbáljunk felépíteni, mert nem nagyon hiszek benne, hogy akár nyugati tőkéből, amerikai tőkéből, kínai tőkéből hosszú távon egy fenntartható gazdasági rendszert tudunk kialakítani, amelyet nem betegel minden ilyen típusú beruházás, vagy én látom ezekben a kísérletekben a racionális, hogy mindenképpen a tendenciát, az arányokat változtatni kellene. Ezt jól látod, csak az igazság az, hogy minden pénz kell. És itt, hogy kevesebb pénz kelljen, ehhez alapvetően fontos a szemlélet megváltoztatása, és annak jó irányba történő befolyásolása, ami jól tudjuk, hogy nagyon nehéz dolog. És ha ennek a módszerét, vagy ennek a metodusát nem tudjuk megtalálni, hogy hatékonyan befolyásoljuk a közgondolkodást, hogy rádöbbentjük valamennyiünket arra, hogy igenis végesek ezek az erőforrások, és nekünk is tenni kell, amit elhangzott a bevezetőben is, akkor az igazság az, hogy még jobban felértékelődik a pénz szerepe, mert felelőtlenebb természethasználat ellenszerint egy drágább, anyagilag nehezebben megfizethető és pénzt igénylő megoldással lejtsük. Tehát értem. A szemlélet alapvetően fontos. De egy picit még visszatérve itt az elhangzottakra, meg a magára a stratégiára, azt egy nagyon jó dolognak tartom ott az egészben, hogy gyakorlatilag a döntéshozatal demokratizmusára, a bizalom erősítésének kérdésére azért felhívja, jobban hívja fel a figyelmet, mint korábban bármikor egy ilyen jellegű anyag. És ezt én nagyon jónak tartják, amiket tapasztalok napjainkban, és nem ebbe a irányba mutatnak.
megdöbbenve hallottam azt, hogy az OKT státuszát alapvetően meg akarják nyírbálni, és azért vissza szadegradálni akarják. Ezt biztos tudjátok, hogy hallottatok róla, ugye, és ezeknek a testületeknek a kompetenciáját felülvizsgálták, egy kormány nem által, hogy felülvizsgálják, és hát az OKT-t, aminek fontos szerepe lehet, mint kormány tanácsadó testületnek, egy ilyen kormány, mindenkori kormány befolyásolása egy ilyen irányba, ennek a hatáskörét nem tartották olyan fontosnak, közepes fontosságúak tartották, tehát miniszter alá sorolják be állítólag a jövőt illetően, és nem a kormány, nem a kormány közvetlen tanácsadó testületére fog számítani. Holott ennek az összetétele a civil szervezetek, a gazdasági oldal és a tudósok, mondhattam volna a fordított sorrendben is, eleve biztosítja azt, hogy egy nagyon széles körből jövő információk alapján ítélheti meg a legfontosabb környezeti kérdéseket. Tehát a stratégia ilyen vonatkozásban nekem tetszik, hogy ezt a szempontot jól exponálja, de kérdés, hogy ez mennyire... Ez a magyar valóság. Igen. Mennyire lesz ez megvalósítható és tovább lépő. No, ja, mondja Tuli, hogyha vár. Nem kell kérdeznünk most. Egy kicsit leülök. Azért jó volt, hogy egy tört mentünk. Körtöttük. Reagáljunk. Most csak úgyhogy elnézést kérek. De ne tőlem. Tőletek, hogy... Én nem vagyok gazda. De... Maximum, én arra figyelek, hogy... Az időt tartsuk. Na, akkor nagyon gyorsan én annyit mondanék. Tulajdonképpen kevés az időnk, mert nagyon gyors tempóban növekszik az ökológiai látvány, természet túlhasználó hívjuk bárhogyan. Tehát aránylag gyors lépésekre lenne szükség. Ezt kell hangsúlyozni. Változatlanul fenntartom azt, hogy mint a projektek létrehozását segíteni, és ezzel a terjesztést, a tudatosítást segíteni. Következő, amit Zoli, azt hiszem, te mondtál, vagy nem is tudom, valamelyiktek, lényeg belőle a túlfogyasztás. A fogyasztói társadalom túlzásba hajtása, jó, hogy a tőke természete ezt diktálja, ezt a profitot, de hogy azért ne az legyen a fő cél, hogy dobjuk ki ezt a telefont és vegyek másikat, azzal együtt, hogy ez jó, hogy az a másik mennyivel többet tud, hogy többet tud, vagy nem tud, lehet, hogy tényleg többet tud, de nekem kell az, nem biztos, hogy nekem kell, és nem biztos, hogy a másiknak a tej. E másiknak kell. Egy másik példa, kozmetikumok. Megint csak az, hogy jelennek meg az egyre újabb termékek, másféle csomagolásban esetleg csak, lehet, hogy van benne egy másik fajta oldalék, de ez a másik fajta oldalék viszont lehet, hogy allergiát okoz. És ez nagyon könnyen előfordulhat. Tehát ez a túlzott reklámozása a termékeknek, hogy fogyassz egyre többet, és dobd el a régit, és vegyél újat. Na, ezt kéne valahogy kordába szorítani. Tudom, hogy nem könnyű. De legalább megemlíteni kéne a stratégiákban, hogy nem lesz fenntartható a fejlődésünk, hogyha a túlzott fogyasztást erőltetjük. Reklámozzuk, na. Fogalmazza finomabban. Köszönöm. Igen, ezek a reklámok fontosak, de úgy gondolom, hogy amikor a stratégiáról beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy tulajdonképpen hogyan lehetne ezeket a reklámokat visszafogni. Az egyik dolog persze a tudatosság, és ez mind ennek a stratégiának egyik eleme, azért benne van az anyagban,
talán nincs okít kidoborítva. Egy másik dolog, ami szintén a tudással kapcsolatos, az információval. Úgy gondolom, hogy a döntéshozók, az országgyűlés tagjai csak akkor szoknak jó döntéseket, hogyha hozzájutnak azok az információknak, ahhoz, amikre itt szükség van. Úgyhogy ezért én csak azt tudom megismételni, hogy sokkal drasztikusabban kellene az anyag elején kidomborítani, hogy mi itt a probléma. És a társadalom is. A társadalom is, csak az a következő lépés szerint. Tehát most itt a stratégia elfogadtatása a kérdés, hogy most ez az anyag így el lesz fogadva, vagy esetleg visszaadják, és akkor puhábban vagy keményebben kell benne fogalmazni. Én természetesen a keményebb fogalmazás mellett volnék, hogy például ezeket az említett jellegi folyamatokat, hogy OKT hatáskörének szűkítés és a többi, ezek ellen érveket mondjuk. És szerintem az anyagnak azzal is foglalkoznia kellene jobban, hogy a politikusok általában a növekedésre érzékenyek. És hogyha valamilyen olyan ötlet jön, amelyik csökkentheti ezt a bizonyos növekedést, akkor azt helyből eldobják. Márpedig, amit az előbb mondtál, hogy sok helyen lehetne csökkenteni is a költségeket, én így fogalmaznék, annak egyrészt a környezetre lenne pozitív hatása, másrészt pedig az úgynevezett növekedés, az mindig az új értéknek és a ráfordított költségnek valahol a különbsége. És hogyha csökkentem a költségeket, akkor ahhoz képest nagyobb növekedést tudok elérni, és hogyha ez akár közgazdasági formában is az anyagban nagyobb kifejtést kaphatna, akkor talán könnyebben lehetne elfogadtatni a stratégiát, és ezen keresztül a fenntarthatósági szempontokat is jobban lehetne érvényesíteni. És hogy párhuzamosan ne növekedjen a környezet kihasználása. Így van. Sőt, van arra is példa, például a széndioxid kibocsátás területén, hogy hatékonyság növeléssel elérhető, hogy addig, amíg a GDP nő, addig a széndioxid kibocsátás ne növekedjen, hanem esetleg egy csökkenjen is. Tehát Magyarországon a GDP azért mégiscsak nőtt az utóbbi időszakban, ugyanakkor a széndioxid kibocsátás az nem nagyon növekedett, sőt egy picit talán csökkent is. Attól függ, hogy mihez viszonyít. Attól függ, hogy mit meg hogyan adunk össze nyilvánvalóan, de ez mindenképpen egy út, amivel operálni kell addig, míg nincs valami drasztikus javítási lehetőség. Nem tartozom, Somfai Ágnes vagyok, és a fővárosi közgyűlésben képviselő vagyok másfél éve, és most azért érdekes, mert korábban is sokan foglalkoztam ilyesmi problémákkal, de most azt látom, hogy tényleg mennyire bele van kodolva a rendszerbe, az, hogy hosszú távú célokkal, dolgokkal nehéz foglalkozni, mert tényleg a rövid távú mindennapok, ugye a költségvetési helyzet, hogy milyen és a pénz, tehát ez tényleg egy olyan konfliktus, amiben dolgozni kell, hogy ezt hogyan lehet feloldani, akkor az látható, én a fővárosról tudok példákat mondani, hogy tehát tényleg a környezet védelem, ugye az egy ilyen mellékes dolog, ezt most már én is máshogy látom, mint eddig. A másik, hogy olyan, hogy ha az ember nem gondolkozik, az akkor olyan, hogy drága, tehát ugye ezt is meg kéne valahogy változtatni, hogy ezek a, hogyha például itt a stratégiában a célokat nézzük, hogy a eltartó képesség szerint használnak, stb. Hogy ezt azt kellene valahogy elérni, hogy hogyan lehet azt elmítetni, hogy ez esetleg nem drágább, mint a hagyományos oldalások, tehát ez itt még így eszembe. Akkor szerintem nagyon fontos a példamutatás, tehát hogy minden szervezetnek magán kellene kezdeni, tehát az államnak, a
országgyűlés minisztériumoknak. Én pont ma vetettem föl ez apró gyakorlati példát, hogy most itt szeretjük hulladékgyűjtés egész Budapesten házhoz fog jönni, de hát akkor semmibe nem kerülne, hogy mondjuk a fővárosban az irodákban nem csak a bérfigyőkkel. Tehát ilyen apróságokat nem teszünk meg, én próbálkoztam. A zöld közbeszerzés is egy olyan dolog, azt mondja a közbeszerzési intézet, hogy a zöld közbeszerzés az igenis, hogy tehát nem drágítja meg a beszerzéseket, de ezt is nehéz elhinni, tehát hogy tényleg ezeken kell dolgozni. És annyit mondanék így a fogyasztás meg a reklámhoz, hogy én azt látom, hogy tehát, hogy valahogy most működik a társadalom, az emberek, tehát megvan, mi is a politikában ezt így veszük észre, hogy így valamit hogyan kell eladni. Tehát az is lehet, hogy mondjuk egy ilyen stratégiát is ugye valahogy el kell adni, hogy eljusson az emberekig. Tehát ez az anyag még most is azért nehezen olvasható. Tehát hogy ez egy kérdés, hogy hogyan tudod eladni példamutatással. Mondhatjuk, hogy ez esetben nem jó, nem így kéne működni, de most így mondok az üzenet. Például azzal, hogy az óbudai faluháznak a hőszigetelése, napkollektorokkal való ellátása, látszik, hogy egy jó példa volt, mert már folytatják a mellettelévő házat. A harmadik kerület már tanult belőle. Többi lakótelepen is lehetne tanulni. Még egy apróságot mondanék, nem tudom, valamelyik energetikus kollega írta valamelyik energetikai labba, én már meg nem mondtam, hogy melyikbe, hogy az energia takarékosság, energia hatékonyság növelése is igaz az Einstein féle képlet, az E egyenlő MC négyzet, ahol E az energia takarékosság, energia hatékonyság, az M a management, C, az egyik a competency, tehát a hozzáértés, a másik a continuously, a folyamatosság. Hogyha ezek hiányoznak, akkor nulla lesz az energia, hatékonyság, növelés, energia, megtakarítás. Egy szorzat ugye nulla, ha bármelyik tényezője nulla. Köszönöm. Ehhez még annyit, hogy, és ez a fővároshoz is van mennyire kapcsolatban szerintem, hogy ma már az egy modern munkavégzési gyakorlat, hogy az ember otthon dolgozik. Na persze attól függ, hogy milyen munkát végez. De ha otthon dolgozik, akkor nincs iroda, nincs irodai meg hulladék, amivel aztán gond van, meg nincs közlekedés, akkor nincs BKV, meg nincs autó probléma, meg egyéb probléma. És ez például szerintem egyértelműen a fenntarthatóság irányába mutató lépés volna. És ez... BKV azt nem baj, nem, jó, természetesen kell a BKV, csak a BKV problémái is csökkennek, hogyha azért láthatóan kevesebben utaznának. Tehát én akár ilyen konkrétumokat is belevennék az anyagba. Azzal együtt, hogy egy stratégiában annak a mechanizmusát kell valahogy kitalálni, hogy az ilyen megoldásokról ki és hogyan gondolkodik. De azért vannak már olyan példák, mint például ez, ami teljesen egyértelműen nem pénzkérdése, eladható, és egyértelmű, csökkenti a költségeket, a fenntarthatóság irányába mutat, tehát mindenféle szempontból legalábbis nekem jónak tűnik. Na most, hogy a menedzsmenten mennyire múlik minden, saját példám, Pomázon lakom. Évek óta nem tudjuk meggyőzni a város polgármesterét arról, hogy vizsgáltassa felül a szolgáltató cégekkel kötött szerződéseket. Mert az esetek 60%-ában túlszámlázás is van. És ezt a túlszámlázást vissza lehet igényelni. Egy csomó, nem csomóna, de 3-4-5 szakember biztosan van, aki hajlandó arra, hogy ezt megcsinálja ingyen, illetőleg a visszautalt összeg 30-40-50%-áért. Egy fillérbe nem kerülnek? Nem. A másik, az egyik iskolában néhány évvel ezelőtt
norvég pénzekből számonatáék az energia, az mindegy. Tehát egy ilyen energiatakarékossági iroda csinált felméréseket. Aztán azt a felmérést megkapta természetesen az iskola is, meg az önkormányzat is. Egy példány nincs belőle sehol. Én onnan értesültem, Energiaklub. Na, szóval ennek az Energiaklubnak volt egy előadása valahol, ahol a felmérés végző cég összehasonlította az ország 4-5-6, én nem tudom, hány iskolájában végzett felméréseket, és ott szerepelt ez a Pomázi iskola. Nem is volt nagyon rossz, nyilászárókat kellett volna cserélni, hőszigetelni, akármi, de azt megállapították, hogy csak a szerződés módosításokkal 6 évvel ezelőtt az energiaköltségekből 20%-ot le lehetett volna faragni. Nem hajlandók megkérni sem a tanulmányt. Sem maga az apparátus, se a polgármester, se a képviselőtestület, se senki. Ennyi. Menedzsment. Én is itt társadalom fogadókészségére reagálnék ezzel kapcsolatban. Abban a szempontból is a magyar társadalom eléggé osztódik meg abban, hogy kinek mennyire fontos a fenntarthatóság, vagy a távmunka, vagy ezek a kérdések, vagy a közlekedés, hogyan jelentkeznek, hogy egyre többen vannak azok, akiknek tényleg napi problémáik van a megélhetéssel. A családok, és nem csak a fővárosi részein is, de ez inkább vidéken is országos szempontból, hogy az energiának, a energiához való hozzájutás, az élelemhez való hozzájutás jelentkezik korlátként. Szóval nem egy ilyen típusú fogyasztói társadalmi vágy, hanem alapvető dolgoknak az elérése, és azt gondolom, hogy pont ebben a kérdéskörben az erőforrások tulajdona, vagy van házunk közösségben, ahol látjuk, hogy ilyen kis szigeten él a település, mert hogy a osztrákok birtokolják a földeket, és akkor lehet, hogy most bekövetkezik az, hogy előzik a külföldieket, és akkor utána egyik felét a Leisztinger fogja mondani, a másikat egy másik típusú ilyen nagy birtokosszal, hogy az emberek szerintem nyitottak lennének olyan kérdések feszegetésére, amiket beszéltünk, hogy a szubszidiaritás helyi energiához való hozzájutás, a helyi élelemhez való hozzájutás, a helyi gazdaságnak az olyan típusú fejlesztése, ami egy megélhetést hoz egy adott településen. Másik pedig, amikor nincsen, szóval senki nem mondja el a társadalomnak, vagy ahogy, hogy milyen problémák vannak akár az erőforrásokkal, amit beszélünk, és mi a stratégiában se rakjuk bele, hogy a politikusok elfogadják, akkor tényleg elég nehéz elvárni a társadalomtól, hogy hát azokat arról beszéltünk az elején, hogy nem elég riasztó, ha nincsenek benne azok a tények, vagy nem, és nem hangsúlyozottak azok a tények, hogy a természeti erőforrásokkal most kicsit leegyszerűsítem, hogy problémák vannak, milyen nagyobb problémák. Hogy akkor tényleg nehéz elvárni a társadalomtól, hogy nagyobb ugrásokat, vagy nagyobb változásokat támogasson. A harmadik tényező, azt hiszem, hogy azért ezt például pozitívan van, amit kapargatja a stratégia ezt a kérdést, ez pedig azzal a kapcsolatos, hogy a fogyasztás, anyaghasználat, a fogyasztói társadalom azért összeköttetésben van, hogy én mint egyén, vagy én mint választópolgár, milyen igényeim vannak, és ezt pedig összeköttetésben van azzal, hogy milyen az én nem csak erkölcsi állapotom, hanem egy ilyen világfelfogás képen, vagy hol keresem a boldogulást. Hogyha az anyagi fogyasztói ügyekben keresem a boldogulást, akkor én is érdekelt vagyok ebben a növekedésben, és a politikusoktól ezt várom el, hogy növekedjen. De hogyha a közösségeknek, a spirituális dolgoknak nagyobb szerepe van az egyén életében, és a családban, a helyi közösségben találják meg az emberek azokat a kapcsolatokat, amelyek
nekik élményeket hoznak, akkor nem azon gondolkodnak, hogy a West Endben milyen cipőt vesz, hanem ez most milyen idealisztikusnak tűnik, de bizonyos. Szóval ebben például pozitívnak tartom a stratégiát, hogy ezeket a kérdéseket feszegeti, de ez nagyon összekötetésben van avval, hogy mondjuk a politika mit tud eladni az embereknek, illetve hogy akkor hogyan lehet az egész kérdéskörhöz hozzáállni. Szerintem ezt is összekötni kell. Igen, de hogyha megnézed ugyanezt az állam szemszögéből, én rajtam még nincsen ez a felelősség, de azért át tudom ezt érezni. Nem, csak könnyebb fölvenni. Köszönöm. Akkor van benne egy nehezebb dilemma, mert az államnak fel kell tartani jogi közszolgáltatásokat, vasutat, egészségügyet, oktatást, környezeti infrastruktúrát, mit tudom én mit, és ehhez források kellenek, pláne olyan helyzetben, amikor ilyen nagy az adós csapda, és nem soha tovább. Nagyon nehéz lemondani a növekedési paradigmáról, pláne úgy, hogy az egész világgazdaság erre van felépítve, és nagyon nehéz kiszállni abból, és azt mondani, mint a bhutáni császár, hogy mostantól csak a boldogság indexet veszünk figyelembe, és teszünk a GDP-re. Nem fog. Szóval hiába növekszik most Magyarország, annyira nem fog tudni növekedni, hogy visszafizesse a adósságot. Szóval most tulajdonképpen, itt van Görögország, mert nézzük meg Görögöket. Csak azért kezdtem el mondani, a választásuk, hogy eladják mindenüket, és ilyen görög rabszolgáságot feltámasztják, és görög rabszolgát vesznek a saját területükön, vagy pedig valamikor beintenek, és nyomorogni fognak egy darabig, mert tényleg összeomlik minden, és abból úgy valahogy kivakarják magukat. De hogy ez egy, tudom, hát ez most, ez Görögországban sokkal élesebb, mint nálunk, de még. Igen, most de gondolj bele, hogy próbálunk külföldi tőkét bevonni, most a kínaiaktól próbálunk bevonni, most nem nyugatról, és csak az fog belőle kijönni, hogy nem fogunk tudni úgy növekedni, hiába építjük le, és közben mit csinálunk, leépítjük a környezeti szolgáltatói intézményeket, leépítjük a munkával kapcsolatos jogokat, minden, hogy jobban kiuzsodázható legyen minden, és mégsem növekedünk annyira. Szóval egyszerűen tönkretesszük a társadalmat, tönkretesszük a környezetet, és a gazdaság sem nő annyira, hogy vissza tudjuk fizetni a kölcsönöket. Itt jön az a menedzselési szempont, amit az előbb mondott a Gyuri bátyám, hogy meg amit én mondtam, azt is hozzátenném, hogy a növekedés az tulajdonképpen egy hozzáadott érték és a költségek különbsége. És hogyha én a költségeket csökkentem, akkor is van növekedés, tudni plusz jövedelem. Hol lehet költségeket csökkenteni? Én ezt nem látom például, hogy mondjuk a mai magyar kormány azon gondolkodna, hogy hol lehetne csökkenteni a költségeket. És a fenntarthatóság az költségcsökkentést jelent, akárhogy is nézem. Mondok egy példát, tegnap voltam tanulmányúton, busszal mentünk, és nem volt nagyon hideg, de fűtött a busz. Mi a fenének? Ez egy csomó költségtől megszabadította volna az országot, és kibocsátástól. Most ennek a szemlélete nincsen benne az emberekben, hogy hát nem kell még nyáron is fűteni. Ez nincsen benne. Nincsen benne az se igazából, hogy egyébként az a BKB buszokra is, villamosokra is igaz szerintem néha. Nincsen benne az, hogy jobban élhetünk, hogyha egy kicsit otthon megnézzük a számláinkat. Miért nincsen benne? Egyébként amikor én a saját háztartásomnak a számláit nem intézem, az a magánügyem, de amikor a kormány nem nézi az országnak a kiadásait, az már azért közügy, és abból rengeteg embernek az életfeltételeit, az alapéletfeltételeit lehet biztosítani, ugyanakkor a fenntarthatóság irányába tett lépés volna. Tegnap olvastam egy cikket a kognitív diszonanciáról, tehát az ember úgy szereti elhitetni magával, ugye ezt én magamat is mondom, de tehát hogy hát ha mégsem lesz olyan nagy baj, majd másoknak, hát ha valami történik, tehát az ember, tehát tényleg talán hasznos lehet egy riasztó megfogalmazás, mert akkor az emberben talán jobban állít az, hogy valamit tényleg máshogyan csináljon. A főváros elé ma került a fővárosi egészségpercű dokumentum,
ez egy 150 oldalas egészségügyi helyzetelemzés, mi a fővárosi egészségügyi állapota, nagyon részletes, és ebből majd lesz egy kiadvány, 1500 példányban eljutott el az iskolákon, stb. És de itt jön az, hogy én mindig nagyon hiányolom, hogy tehát nincsenek jól kommunikálva ezek a, ugye itt a Budapesten a levegő minősége, az mit jelent a budapestiekre. Tehát ez egy nagy lehetőség lenne szerintem, hogy ezeket tényleg jól tudatosítani, hogy milyen kapcsolatok vannak. Félek attól, hogy lehet, hogy a külön szakmai anyag lesz, és ezek a dolgok, tehát nem fognak úgy kijönni, de tényleg ez hasznos. Klímaváltozásra kapcsolatban van valami hasonló elképzelése, terve a fővárosnak? Stratégiája? Készül a városfejlesztési koncepció, és akkor abban szeretnénk, hogy a klíma dolgok azok kicsit kiemeltebben szerepeljenek, de most ott tart a politika, hogy nem tud priorizálni a célok között. Tehát, hogy a döntéseket, amit mentén kéne haladni, azt nehezen húz meg, hanem inkább nem is, de ugyanakkor meg a körbenézünk a parkokban, mindenhol, nincs víz visszatartás, tehát ezekben nem mutatunk például, itt jön az, hogy például a klímát egyről az oldalról is meg lehet fogni, hogy energia felhasználás, pontosabban energia költségmegtakarítás. Mert a költségmegtakarítással lehet megfogni az ötöket, ha lehet, nem mindenhol és nem mindig lehet, de ezzel talán sokszor lehet. És a költségmegtakarításból meg ki lehet hozni energia megtakarítást, és ebből meg klíma ügyekben pozitív változást. És saját példámból egy kicsit. Valamikor a 80-as évek elején kezdtem el foglalkozni megújuló energiaforrásokkal. Kocsis Karcsi neve lehet, hogy neked talán mond valamit. Gölöllön volt egyetemi tanár, rektor is egy időben. Évekig kint volt a falunál, egyébként villamosmérnök volt az alatt szakmája, meghalt már szegény. Na, szóval lényeg az, hogy ő hozta be a mezőgazdaságba azt a 80-as évek elején, hogy helyi energiaforrások, energia megtakarítás, energiagazdálkodás, megújuló energiaforrás. No, ezt akkor a 80-as évek első felében egy ilyen 30 fős körben, országosan 30 fős körben egymásnak mondogattuk. Aztán ugye egy kicsit kezdett terjedni, különböző konferenciákat ittottam, ott elmondtuk, aztán nem tudom mennyire ismeritek, akkoriban még BMW volt, most éppen nem tudom melyiken, a Tudományos Egyesületek Szövetsége, a METESZ tart minden évben egy konferenciát az őszén. Mert a 90-es évek végén én mondogattam, mint FIM képviselő, akkor vagy én, teljesen mindegy, amit a 910 körül már államtitkári szinten hallottam. Gyakorlatilag ugyanaz. Tehát valami azért terjed és fejlődik és megy előre, de még most is nagyon sok esetben csak szövegelé szinten tartunk. Na most itt kéne egy picit előre lépni, és aki előrébb akar lépni, például Bencsik szerencsétlen, úgy tűnt el a közéletből, a politikából, az állami igazgatásból, mert vannak a rendje. Politikában nem tűnt. Jó, de az állami igazgatásból úgy kiábrudálták. Nyilván a tyúk szemére lépett egyes céglobbiknak, vagy cégjelmeteknek. Mindig biztos. Szóval, aki tenni akar, az sem mindig hagyják. Na most ezt kéne egy picit erőteljesebben szövegezni, ha lehet. Ez a kérdés, hogy mennyire is hol hagyják, hogy tenni kell. Na, túl sokat beszéltem. Igen, nagyon praktikus dolog. De ez kérdés, hogy nem tudom pontosan, hogy a következő ciklusban a klímaadaptáció, vagy a kohéziós alapból, hogy elvonból lesz támogatható. De hogy ha kohéziós alapból, mondjuk a fővárosnak érdemes lenni ezt egész zöld felület ügyet átgondolni. Szóval annyira kevés a zöld felület Budapesten, és ennek sokféle
pozitív hozadéka lehet a mikroklimától kezdve a jóléti kérdés, vagy ilyen érzelmi, vagy kényelmi életmód. És igen, és ennek még talán ökoszisztémás szolgáltatása, talán, hogy ilyen hozadéka is vannak. Ezt egészen jól, ezt téma, klímaadaptáció a városokban, zöldfelületek keresztül, összekapcsolva akár energia, fűtés-hűtés rendszerek, ez egy nagyon jó projektet csinálnak, vagy projekteket csinálnak a főváros is, hogyha kohéziós alap szint. Én úgy érzem, hogy kohéziós alapban jönnek el. Szóval ezt így kéne gondolni. Csak azért mondom neked, hogy jó esik képviselőnek, hogy már az Európai Unió már beszélget. És az erdőknek az egész ügy pedig másik részről, pedig az egész országban. Érdekes lenne, hogyha mondjuk ilyenekre költenék a klímaadaptációs pénzeket, vagy Magyarország szerintem abszolút meg lehetne fogni. És ez kicsit kivatosabb a közöttében, vagy jobban beilleszthető, mint az előző gátépítés az annak minősül különben tehát hogy a tengerparti országoknál, én most csak kérdezem, hogy az a tengerparti országban nem tudom, hát nálunk mindenképpen, nálunk az árvíz, az árvíz kérdelem, az mindenképpen. Nálunk ma itt tart? Jó, megpróbálom összefoglalni valahogy ezt a kis szekciót, és akkor a széket visszavisszük. Országgyűlés elé ezt mikor kerülni? Hogy jövő szerdán küldik át, hogy így jövő hétvégén megyek. Úgy van, hogy szerdán szabad a tanácsolva, és ha így megtalálod, ott van a kérdés, hogy ha ott van az öt ország közötti képviselő is aláírja, akkor nagyon hamar be mehet. Ez azért a Szilágyi úrról ismerik.